Egy kis sárral teszik otthonosabbá a szakemberek a fecskék számára készült kerámia műfészkeket. Azért van besározva, hogy ilyen csalogató inger, hogy azt hiszi, hogy inkább sár, nem ez a sima barna kerámia. Ezután kezdődhet a felszerelés. Mintegy 30 fészek kapott helyet Fecskeparton. A laktanya melletti trafóház tökéletes lakhelyként szolgálhat a szárnyasoknak. Egy olyan helyen vagyunk itt a város szélén, füves élőhely van az egyik irányból, halastavak vannak a másik irányból, itt vannak a hatalmas alapterületű laktanyák, ahol megint vannak középen ilyen nagy méretű nyílt területek, tehát ez tipikusan egy fecskének való hely, és akkor mi azt mondjuk, hogy adtunk egy tippet a Molnár fecskéknek, és meglátjuk, hogy ők mit szólnak hozzá. A városban már tavaly elindult a Fecskebarát Fehérvár program, akkor 100 kerámia fészek kapott helyet több közintézmény falán. Ezek közül többet már el is foglaltak a madarak. Már elkezdett egy-egy fészektelep működni, akár a Szénetéri Általános Iskolánál ott már érzékelhető volt az, hogy elindul a költési időszak, elkezdték a sarat hordani a fecskék. És hát az idei évben is hát a helyzetnek megfelelően igyekszünk azért kihelyezni szintén telepeket, fészkeket. Erre azért van szükség, ugyanis a fecskék az elmúlt években nagyon megritkultak hazánkban. Az emberi tevékenységek következtében szinte eltűntek a természetes fészkelőhelyeik, noha nagy segítséget nyújtanak a városlakóknak. Nagyon nagy hasznunkra vannak, mert hát egy költési időszakban azért egy 2-3 kiló szúnyogot el tudnak fogyasztani, és ezért ez egy darab fecskére kivetítve az egy elég komoly számot jelent. A programot a Madártani Egyesület indította el a fészkek gyártásával. Ehhez csatlakoztak a madárvédelemmel foglalkozó helyi szervezetek és Székesfehérvár városgondnoksága.